Betlaki polgárok már a 80-as évek óta rendszeresen fizetik a helyi járulékot. Évente mintegy 2 millió dinárt sikerül összegyűjteniük, amelynek 70%-át a csatornahálózat kiépítésére fordítják, 10%-ából pedig az itt működő különböző szervezeteket, egyesületeket támogatják. A többi 20%-át pedig a középületek, közlétesítmények, ugye az utak, az utcák, a gyalogjárdák, az utcai kanális hálózat tatarozása, takarítása, kaszálása, fák, a temető karbantartása. Lukácsfalván régen folyamatosan fizették a helyi járulékot, egykor abból építették ki a járdákat. A legutóbbi választásokon viszont a lukácsiak többsége nemmel szavazott a helyi járulék bevezetésére. Itt egy 20 valamennyi munkaviszonyban lévő polgártársaink van, akik hát nem hiszem, hogy csak egyedül tudnák viselni a terhét ennek a helyi járuléknak, amit bevezetendő ide. Nagybecskereken a 14 városi helyi közösségből egyben sem, a 22 falusiból pedig csupán 9-ben fizetik a helyi járulékot. A 2015-ös városi költségvetésben viszont körülbelül 50 millió dinár bevételt terveztek ezekből a forrásokból. Jelentős kiemelni azt, hogy minden egyes helyi közösségi dinárra a város még többet rátesz. Tehát azokban a helyi közösségekben, amelyekben van helyi járulék, többet tud befektetni az önkormányzat. Azt is hozzátenném, hogy ezekből a bevételekből a helyi közösségek társfinanszírozása is pályázhatnak a tartományi és köztársasági szerveknél nagyobb projektumokra. A helyi járulékból összegyűlt pénzzel a helyi közösségek önállóan rendelkeznek. Leggyakrabban infrastrukturális és más építkezésre használják fel.